Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Rómeó és Júlia, táncdráma három felvonásban, Gyapjú Fesztivál a Rácz utcában, egy színésznő ezer arca, Varga Lilia Királykúton. Többek között ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk! Minden, ami Gyapjúból készült, megtalálható volt a Fehérvári Kézművesek Egyesületének Gyapjú Fesztiválján. A szakemberek előadásokat hallgathattak meg, míg a látogatók természetesen vásárolhattak is. Kicsik és nagyobb gyermekek és felnőttek egyaránt találtak kézműveskedésre lehetőséget a Gyapjú Fesztiválon, és nem csak alkotásra, hanem vásárlásra, a Gyapjúból készült tárgyak megismerésére is volt alkalom. A találkozót már hetedik alkalommal szervezte meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Amikor én hobbiból elkezdtem fonással, szövéssel foglalkozni, azt láttam, hogy külföldön egymást érik a Gyapjú Fesztiválok, itthon pedig nincs egy olyan rendezvény, ami ezeket a tevékenységeket összefogná. Vannak szövők, vannak nemezesek, vannak gyapjú hímzők, egymástól elszigetelten, és a gyapjúnak úgy Isten igazából nincs egy közös összefogott plénuma, ami megmutatná, hogy milyen sokoldalú, sokarcú ez az alapanyag, ami itthon egyébként, és ez is az egyik oka annak, hogy létrejött a Gyapjú Fesztivál, egy kicsit mostoha a körülmények között van, mert egy olyan szabályozás alá esik, hogy veszélyes hulladék, a frissen lenyírt gyapjú, engedélyköteles kezelni, tárolni, szállítani. És a gazdák, akiknél ez szükségszerűen keletkezik, mint melléktermék, a birkatartásból inkább nyűg, mint érték az ő szemükben a gyapjú. Közben rengeteg mindent lehet vele kezdeni, és külföldön brendet építenek rá, és profitálnak belőle, mi meg itthon semmibe veszük, eldobjuk. És a kézművesek, fogjunk össze, és nézzük meg, hogy mit lehet vele csinálni. Mi mindenre jó, és erről szól a Gyapjú Fesztivál. Kezdettől fogva szeretnénk bemutatni a gyapjú kézi feldolgozásának minden egyes lépését. A Gyapjú Fesztiválra idén is sokan érkeztek az ország egész területéről. Van, aki Hidegkútról, Veszprém megyéből jár minden évben Székesfehérvárra, hogy a tudását bővítse. Cikktajúhokat tartunk, és ezért a gyapjú érdekel, a gyapjú feldolgozás. És végül is már második évtől kezdve mindig jövök a fesztiválra, talán Dörögdre, aztán pedig ide minden évben, és ezért nagyon érdekes előadások vannak. A vásárfiát is meg tudom nézni, és sokat tanulok ebből az egész fesztiválból. A fesztiválon arra is lehetőség volt, hogy a juhász életmódról halljanak a látogatók, akik megtekintették a foglalkozáshoz tartozó, meghatározó eszközöket is. Ezt a sok régiséget elhoztam ide bemutatni az új nemzedéknek, a jövő nemzedékének, a jelenkorban élő embereknek. Ezek mind régi hagyaték, örökség, úgy örökség, hogy én örököltem meg a tudást, a mesterséget, és így megpróbálom átadni. Itt van a Suba kucsma készítés, délután egy óra, fél egykor lesz egy előadásom bemutató a Suba készítésű, kucsma bekecs készítésű. A többi a pásztor élethez tartozó szerszámok, eszközök bemutatása, meg itt van sorba a csengők, kolompok, ott a használati eszközök. Akkor meg lehet nézni. Hadd szóljon! Megszólítsuk őket! Az egész napos fesztiválon számos előadást hallhattak a résztvevők. Az idei fesztiválnak a fő pályázati dolga az volt, hogy Himes szabadon gyapjúval. És ehhez kapcsolódva érkezett 35 pályamű. Mi ezeket kiállítottuk, díjaztuk, és mivel a hímzés volt most az idei évnek a főszereplője, hogy úgy mondjam, ezért az előadásaink is a hímzéshez kapcsolódnak. Olyan előadókat hívtunk meg Dél-Alföldről, Mezőkövesről, akik gyapjúval hímeznek. És itt meg is lehet nézni, mert több standon eljöttek az alkotók, és bemutatják ezt a technikát, és meg lehet nézni. Ki lehet próbálni is ezt a hímzést, és lehet vásárolni fonalat hozzá. Mennyire nehéz egyébként magával a gyapjúval, tehát gyapjút készíteni, és arra mondjuk hímezni, mennyire nehéz feladat? Van, aki idegenkedik a gyapjútól, van, aki nem. Tehát már eleve hozzáállás kérdése, hogyha megfogom, akkor ugye ez egy más minőségű anyag, mint hogyha sejemfonalat vagy pamutfonalat fogok a kezembe, és máshogy kell vele dolgozni, tehát a gyapjú szöszösebb, szőrösebb, ezt figyelembe kell venni, máshogy szakad, mint a pamutfonal, tehát a hímzési technikáknál ez egy külön műfaj, amit meg kell tanulni. A gyapjúba, tehát magába, ha nemezelt, gyapjúból nemezelt tárgyba hímeznek, az egy nagyon érdekes dolog, mert könnyen megy el a gyapjúba a tű, tehát én például szeretek
gyapjút hímezni gyapjúval. Az előadások során többek között a birkabőrből készült használati tárgyak készítésében mélyülhettek el a látogatók, de arról is tájékozódhattak, hogy a magyar népművészetben milyen gyapjú hímzések a jellemzőek. Varga Lili a Vörösmarty Színház színművésze volt a királykúti esték vendége. Bakonyi István moderálásával a színházbarátok megtudhatták, mi mindent kell tennie egy színésznek ahhoz, hogy a színpadon a legjobb formáját mutathassa. Nem kellek. Jó van. Jöjjön, aki kell. Lantot, hitet, vígan szegelmasztok. Egy kicsit pirulok. Folytatódott a királykúti esték, Bakonyi István népszerű portrébeszélgetés sorozata. A vendég ezúttal a Vörösmarty Színház tagja, a kortárs magyar színjátszás egyik kiemelkedő tehetségű művésze, Varga Lili volt, aki, mint kiderült, a versek világában is otthonosan mozog. Már arra gondoltam egy Vörösmarty irodalmi szalonos rendezvény után, ahol Kricsár Kamillal Varga Lili mondta a verseket, hogy érdemes lenne beszélgetni a Vörösmarty Színház egyik legfiatalabb és legtehetségesebb művésznőjével, aki a versmondásban is otthonosan mozog, hogy más nem mondjak mentora például a fehérvári versünnepnek. Legutóbb pedig most éppen, hogy friss produkciókat mondjunk, a Eszterházy Péter Fred Mercedes-Benzben, illetve a Vágynő villamos című darabban látható, nagyon sokat foglalkozott a színművésznő, aki én azt hiszem, hogy maga tisztaságával, igazmondásával mindenképpen alkalmas arra, hogy egy jó beszélgetést folytassunk. Nem tudom, mi történt velem. Tehát sokat érdekelt a győzelem, és én 100 arcban is kiálltam magam. Vén leállítottam. Már vége van. Ügyes kellett hat falósatán. Éhes szemben. Vörös. Vadító posztó. Legyek neves hős, kis kenyér csatán. Fussak kenyért. Én. Született kegyosztó. Varga Lili 3 esztendeje szerződött Székesfehérvárra, s azóta nagyívű színpadi alakításainak köszönhetően a színházbarátok egyik kedvence. Drámai alakításainak egyik elismerése, hogy 2018-ban ő érdemelte ki az évadban nyújtott kimagasló színészi teljesítményéért a Vörösmarty gyűrűt. Nagyon boldog vagyok, mert végre találkozhatok most a közönséggel, így közvetlenül, és arra, akik kíváncsiak rám, meg arra, amit itt csinálunk. És nagyon izgatott vagyok igazából, és várom ezt a beszélgetést. Az, hogy egy dunakeszi lány, aki a versmondásban is járatos, és nyilván ennél fogva is egyenes útja volt a színházművészet felé, a közönséggel közvetlenül is találkozik, ez mennyiben határozza meg, hiszen a közönség általában tapsol, megnézi a darabokat, viszont óvatatlanul is ritkán láthatja köznapi értelemben az ő kedvencét. Igen, és én nagyon vágytam már erre, hogy tudjak velük találkozni, beszélni, bármit kérdezhessenek tőlem, mert én nem harapok, nem, és nagyon, nagyon vágyom rá, hogy így szemtől szembe tudjak beszélgetni az emberekkel, és más, nagyon más színpadon találkozni. Én ott van, hogy a nagy színpadon csak fényt látok a szememben, alig látom az emberek szemét, maximum az első két sorét, és hiányzik, hogy úgy szembe tudjak nézni az emberekkel. Például stúdióban ezért más, mert közelebbről látom az embereket, és a szemébe tudok nézni, mikor meghajolok, és legalább kialakul egy interakció. A kötetlen, bensőséges hangulatú találkozón a színház szerelmesei megismerhették Varga Lili emberi tisztaságának, színészi pályakezdésének indítatását, vers szeretetének eredőjét, és mindazt, ami a kulisszákon túl foglalkoztatja ünnepein, hétköznapjain. A veronai szerelmesek történetét, a Rómeó és Júliát mutatták be a Vörösmarty Színházban. A darab Shakespeare örökbecsű drámája alapján készült, Prokofjev zenéjére, a koreográfus pedig Egerházy Attila volt.
Örökérvényű gondolatok, emberi viszonyok és az érzelmek legszélesebb skálája jelenik meg a Székesfehérvári Balett Színház művészeinek tolmácsolásában. A Fehérvári Teátrumban a Verónai Szerelmesek drámáját, a Rómeó és Júliát viszik színre. Shakespeare művét dolgozza fel, mindenki által jól ismert művet. Semmiképpen nem célunk, koreográfusként nem volt célom, hogy illusztráljam ezt a művet, hanem a Prokofjevi nagyszerű és nagyívű zenével, illetve a Shakespeare-i drámával és a koreográfia nyelvezetével együttesen egy új minőséget létrehozni, és újra teremteni, ez volt a cél, Róma és Júlia történetét. Amellett, hogy történetmesélő a produkció, amellett nyilván a nyelvezeten van a hangsúly, mint ahogy Shakespeare-nél is, nem a történet talán a legfontosabb, ha szabad azt mondanom, hanem az a nyelvezet, ahogy amiként Shakespeare ezt megírta, az az irodalmi textus, illetve Prokofjev zenéjébe is az a bőr alá kúszó zenei motívumok és zenei erő. Ugyanúgy a koreográfia nyelvezetében is ezt igyekeztem megvalósítani, és ezzel a hármas egységgel azt gondolom, egy nagyon izgalmas és erőteljes drámai produkció született. Egy táncszínházi előadás, hiszen nagyon fontos ezt említeni a Fehérvári Balett Színház kapcsán. Így van, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a balett sem az együttes nevében, sem pedig a produkcióban vagy a produkciónkban nem műfaji meghatározást jelöl, bár klasszikus balett alapú és kortárs tánc alapú a nyelvezet, amin én koreográfusként dolgozok, illetve azok a koreográfusok, akiket tervezek majd meghívni a társulathoz, de az nagyon fontos számunkra, és számomra is, alkotóként is, hogy színházat teremtsünk. Tehát a nyelvezet arra való mindig, hogy színházi, drámai szituációkat teremtsünk a darabok által. Ezért ez már egy cselekményes balett. Ez egy cselekményes balett, így van, nagyon fontos számomra, és tudom, hogy a közönség számára is, hogy legyenek cselekményes balettek, a repertoáron mindig ígérem is, hogy mindig lesznek is, de azt is megígérhetem, hogy lesznek nem cselekményes balettek, amik nem kevésbé értékesek, hiszen irodalmi hasonlattal élve ezek a táncversek, és a versek ugyanolyan fontosak a táncban is, mint amiként az irodalomban is. A három felvonásos táncdrámában egyedi formanyelvvel teremti újra és láttatja a megírt, valamint a zenében rejlő, szavakban emönthető drámát Egerházi Attila. Júlia szerepében pedig Krisztina Porres Mormeneót láthatja a közönség. Táncolunk, de klasszikus balett alapján, de kortás és modern mozdulatok, közben még nagyon fontos színház történet, és nagyon szép vonalt indul a Shakespeare sztori, és szerintem nagyon, nagyon izgalmas darab. A darabot kettős szereposztással viszi színre a Balett Színház, a társulat tagjai mellett vendégek, a fehérvári táncélet ismert szereplői és ifjú tehetségek is bemutatkozási lehetőséget kaptak. Hamisítatlan jazz és swingest várta a színház kávézójába látogató zenekedvelőket. Váradi Eszter Sára és a Casablanca Klub a 40-es, 50-es évek Amerikájába kalauzolta el az igényes muzsika kedvelőit. Egy hamisítatlan időutazásra invitálta a jazz, a swing és a vintage stílus rajongóit Váradi Eszter Sára és a Casablanca Klub a Vörösmarty Színház kávézójába. A 40-es, 50-es évek amerikai zenéjének szerelmesei varázslatos esten bizonyosodhattak meg arról, a műfaj nagyon is él. Nagy vágyam volt, hogy egyszer megmutathassam azt, hogy mi az én igazi zenei ízlésem. Tehát én szerettem volna egyszer olyasmit csinálni, amit hallgatni is szeretek nagyon, ami igazán közel áll hozzám, és hát úgy látszik, hogy most álltak úgy a csillagok, hogy egyszer csak lett egy ilyen fantasztikus csapat körülöttem, és hogy létre tudtunk hozni egy ilyen koncertet. Úgyhogy igazából ez volt az indítatása ennek. Világszárok sora énekelt swinget, és azt gondolom, hogy most elkalauzza az bennünket a korabeli Amerikába, ahol ez volt az alap. Nincs olyan ember, aki akkor élt, és azok az időszakokban, hogy ne lett volna szerelmes valamelyik sztárba, hiszen felsorolhatatlan hosszú azoknak a sztároknak a sora, akik ezzel a műfajjal foglalkoztak.
Igen, én azt gondolom, hogy nem véletlenül hívjuk örökzöldeknek ezeket a dalokat, legalábbis nagyon sokat közülük, illetve ezek a dalok valahogy a jazz világában kerengtek úgy, hogy nem véletlenül ezek a sztárok megtalálták, és különböző variációkban feldolgozták. Tehát tulajdonképp, amik ezen az estén elhangoznak, az szinte mindegyik olyan világsláger, amit valahonnan már ismerhetnek az emberek. Szerintem az lesz itt igazából a nagy élmény, hogy esetleg nem tudják, hogy melyik film betétdala volt ez eredetileg, vagy hogy ki énekelte először. Én egy picit próbálom egy kis mesével színezni ezt az egészet, hiszen mégis csak színész vagyok. Tehát, hogy próbálom valóban, ahogy mondtad, elkalauzolni az embereket egy picit a 40-es, 50-es évek Amerikájába, egy ilyen igazi klub hangulatba, és hogy így csendüljenek fel egy ilyen köntösbe ezek a dalok. A találkozás betekintést engedett a kor legnépszerűbb dalainak különleges milliójébe. A találkozón megidéztettek a műfaj koronázatlan királynője, Edith Piaf, a varázslatos Karádi Katalin, Lady Gaga a popdíva, épp úgy, mint Louis Armstrong és Nat King Cole. Ennek a műfajnak én nagy hódolója vagyok, és egyébként a csapatban nem vagyok egyedül jazzzenész végzettséggel. Úgyhogy igazából ez műfajilag is, zenei ízvilággal, minden szempontból szerintem mindegyikünknek egy érzékeny pontja, jó értelemben, és egy szeretett műfaj. Úgyhogy szerintem ez a csapat megalakulása szempontjából is egy kulcs kérdés volt, hogy mindenkinek ezek a dalok, ez a műfaji besorolás, ez valahol a közös ügye. Már önmagában a Casablanca név is árulkodó bizonyos értelemben, viszont nagyon fontos, hogy mekkora kihívás egy zenésznek swinget játszani. Nézőpont kérdése, igazából ez is ugyanolyan zenei hallgatást és ismeretet igényel, mint bármelyik zenei műfajnak az elsajátítása. Azt kell, hogy mondjam, itt Székesfehérváron egyébként alapvetően a zenei világban résztvevő muzsikusok rendelkeznek mindenféle ismerettel, mind jazz, mind könnyűzene, mind blues rock. Egyébként Székesfehérváron önmagában ettől fantasztikus, hogy rengeteg olyan zenész van, akivel bármilyen műfajban is lehet csapatban dolgozni. Jelen esetben itt most a jazzben szerintem egy fantasztikus csapat jött össze, úgyhogy ebben osztozunk. Van olyan szerző, akivel kézen fogva járnál? Húha! Hát tény és való, én a nagy hangszerelőket ismerném meg ebből a műfajból. Mondjuk, ha visszamennénk az időbe, biztos, hogy belekóstolnék egy Duke Ellington zenekar élőzenei élményében, egészen fantasztikus lehet. Ma ez, nem tudom, hogy valaki tudja igazán reprodukálni, próbálkoznak vele nemzetközi szinten, de ennek az adott időben tényleg meg volt a varázsa. Az Árteátrum Alapítvány ismét remekesteltett hitet az igényes muzsika mellett, Váradi Eszter, Sára és csapata, Cserta Gábor, Fővenyi Máté, Kovács Gergő, Tóth Marcell és Kovács Zsolt zenéjére pedig minden bizonnyal csettintett volna Humphrey Bogart is. A Pánik című drámával tér vissza Miki Milliáho a Szabad Színház színpadára. A darabot Nagy Judit rendezésében láthatják a Tália szerelmesei. Mit keresel itt? Piáta? Annál, hogy Piáta. Sehol se találtam a pénztárcámat. Ez a taxis, ez meg csak verte itt nekem a nyálát, amikor nem emlékeztem erre a te új címedre. Egyébként ez valami ipari park, vagy ilyesmi? Ja, vagy ilyesmi, igen. Új bemutató a Szabad Színházban. Nagy Judit rendezésében a Káosz után Mika Milliáho trilógiájának második része a Pánik is színre került.
A groteszk, a komikum és a valódi, halálos komolyság között játszódó, váltakozó hangulatú darab három látszólag sikeres 30-as férfiról szól, akik képtelenek megbirkózni köznapi gondjaikkal. Bár köznapi problémákról volt szó, de nagyon-nagyon nehéz volt a próba folyamat. Megszenvedtünk vele, noha a szereplők nagyon jól ismerik egymást, de pontosan ezeket a hétköznapi mérgeket kibontani magunkból színészileg is épp olyan nehéz feladat volt, mint ahogy a nézőknek nehéz lesz, hiszen igazi kukkoló színházat akartunk létrehozni, egy szobában játszódik a történet, tehát akár velünk is megtörténhet. A hétköznapi mérgekről, gondokról, a kiégettségről, a kilátástalanságról szól. Ezen mindenki átesik a korának egy bizonyos időszakában. Hát ez a három férfi a 30-as éveiben esik át ezen a problémán, és hát bocsinálta a pszichológusként megpróbálják orvosolni egymás problémáját, és különböző stresszkezelési technikákat próbálnak megosztani egymással, pontosan, mint amikor három férfi vagy négy leül sörözni, és beszélgetnek, mert valamelyik valami nagyon fontosat el akar mondani, aztán lehet, hogy az egész este alatt nem kerül erre a valami fontosra sor, de hát jelen esetben sor kerül, és hát ez nagyon-nagyon nehéz volt számunkra is, tehát, hogy nem volt egyszerű próbafolyamat, megkillódtak vele a fiúk rendesen lelkileg, pedig mondom, nagyon jól ismerjük egymást. Ez már van, Maris, mit szólna? Hazahúzod a csíkot, kész. Csak hogy én nem mehetek haza. Mert Mari úgy tudja, hogy üzleti úton vagyok Berlinben. Mi van? Berlinben. Na jó. Főzök neked szépen egy kávét. Attól majd felébredt. Értsd meg, hogy nem tudok aludni, hogyha valaki így szuszok. És te ráadásul még horkolsz is, vagy nem tudom, régen horkoltál. Az idősebb fivér Max a tervező grafikus szerepében Balog Mihály, testvére a tévés celebet alakító Szabó Miklós Bence és a barát Leóként bemutatkozó Kovács Máté egyaránt lubickol a kor, ember és alapos állapotismeretet igénylő köznapi, tanástalan vergődéssel átszűrt, de mégis nagyívű történetben. A srác, akit én játszom, nem rég esett túl egy szakításon, illetve nem teljesen tudni, hogy mióta él egyedül, de az biztos, hogy egy ideje bezárkóz valakik a saját lakásában. Kicsit neurotikus, de ugyanakkor valahogy mégis egyfajta tagadás státuszban van a srác. Tagadja azt, hogy neki bármi problémája lenne, azt pláne tagadja, hogy ez az ő hibája is lenne. És nagyon bezárkózik, és nem nagyon hallgat meg senkit körülötte, mindig más a hibás. Úgyhogy a fő ellenvonása talán egy kicsit, hogy ilyen dacos a srác, és nehezen látja be, hogy neki is vannak hibái. Át kell gondolnom a dolgokat. De hát milyen dolgokat, kérdeztem én. Miről ő azt mondta, hogy úgy látja rajtam, hogy nem vagyok tisztában az érzéseimmel, és rendbe kéne raktam a gondolataimat. Hát ezt meg hogy gondolhatta? Ugyan már, Max, hogy rendeznem kell magamban a gondolatokat. De hát milyen gondolatokat? Ráadásul én szeretem. És aztán leugrottam egy sörre, és hát rögtön elkezdtem gondolkodni. A darabot a romokban heverő életek, a pszichés zavarok láttatásában valósághű alakítások teszik teljessé, a nyiladozó értelem és a teljes zavar közti átmenetet. A pszichológiai fogócskában természetesen mindhárman üldözöttek maradnak, áldozatok kiút nélkül. Leo időnként potenciális önpusztítóként fenntartja a grotesz sötétebb szólamait is. Én vagyok tulajdonképpen középen karakter szempontból a darabba. Tulajdonképpen én egy abszolút úgymond mindennapi karaktert játszom, egy mérnökembert, nem egy sztárt vagy egy grafikust, hanem tényleg a mindennapokból egy mérnökembert, akinél végül bemutatjuk azt, hogy ugyanazok a problémái ott legbelül megvannak, amiket eddig elfojtott, ami sajnos nagyon sokunknak. Az én karakteremnek speciál épp az élettársával egy összeveszés és egy nem
tulajdonképpen nem egy kielégítő kapcsolat, amire Leo, akit játszom, rájön, és amíg ő végig ilyen reális és materialista gondolkodású volt, most tulajdonképpen ő teljesen összeomlik, és megmutatja, hogy lehetünk akár mérnökök, vagy akár előadó művészek, vagy akár mi, mindenkiben benne vannak ezek az érzések. Van, aki jobban elfolytja, az én karakterem például abszolút elfolytja, mert csak úgymond csőlátással látja a dolgokat. Viszont igenis legbelül emberek vagyunk, és ezek a jellemvonások mindenkin kijönnek. Na, szóval valami problémád van a Marival, de hogy fontos nem elfelejteni, hogy ez nem csak a Marinak a problémája, hanem a ti közös problémátok, mert amikor találkoztatok, belőletek lett egy egység, érted? Tudsz követni? Rövid magánszámaiból kiderül, hogy Johnny a képernyősztár tudja, mitől döglik a lőd. Ebből a majd csak kilábalunk belőle irányból penderül a hármasba, hogy önmagát hergelve kezdjen pszichológiai fogócskába a szeretett, de lenézett bratyóval és a halottnak titulált cimborával, a tanástalan szerelmi vergődővel. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, meg beszélgettünk arról, hogy hogyan tudnánk egy-egy jelenetben megcsillantani azokat a pontokat, ami mondjuk egy-egy karakter életében változást jelenthet. Ugye nagyon nehéz dolgunk volt, mert egy szobában játszódik gyakorlatilag az egész történés, ugyanaz a három szereplő van, és közben pedig zajlik a történet, és ami az egyik pillanatban van még úgy tűnik, hogy mindenki jól van, jól érzi magát, az a következő jelenetben már korán sincsen így, hiszen az idő az közben múlik, és ebben volt nekünk nagyon nehéz dolgunk. Erről beszélgettünk nagyon sokat részt technikailag, hogy lehet megoldani, hogy ott a karakternek a jelen fejlődésében mik történhetnek. Próbáltuk végig gondolni azt, hogy egy-egy ilyen szituációt mindenkinek az adott karaktere az hogy él meg, hogy egy filmre, amit megnéznek, arra hogy reagál. Ennek kapcsán egyébként közösen tartottunk közös filmnézéseket is a próba folyamat során, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, elég bonyolult volt, de hát remélem, hogy sikerült megoldanunk. Nagy Judit rendezésében megtestesíti Mika Méliahó gondolatait, amelyben a trilógia olyan nagyon is köznapi valóságot mutat, amelyben a három fiatal egyként parádézhat, kikacsintva a nézőre. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!